Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, az esztendő egyik utolsó beszélgetése következik. Vendégem Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm. No, hát ides tovább eltelt 6 esztendő a megnyitás óta. Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút sikersztori mindenképpen. Egy kicsit tekintsünk vissza, hiszen annyi minden történt, annyi minden jó történt, hogy én például a megalakulás óta nézegetem a termelői hozzászólásokat, a vásárlók hozzászólásait. Azt meg annyi pozitív hangvételű üzenet tulajdonképpen, és én biztos vagyok benne, hogy ez megerősítést jelent mindenkinek, számodra mindenképpen, hiszen te vagy a lelke az egész történetnek, viszont valamennyi ott élő árusnak, és ez annál is inkább fontos, mert hogy eljött az az idő, amikor egy termelői piacon nagyon-nagyon fontos a bio és az őstermelő. Amikor elkezdted, akkor gondoltad volna, hogy ilyen felfutóban lesz ez a termelői és bio piac? Hiszen akkor ez egy újdonság volt. Valóban nem gondoltam volna, hogy ide jutunk. Éppen egy kis időm volt az elmúlt hetekben, hogy megnézzem a régi fényképeket, hiszen rendszeresen dokumentáljuk a piacot, és készítünk fotókat az árusokról, termelőkről, és a vásárlókról, vásárlásokról is. És hát a megnyitó környéki fotókat nem lehet már összehasonlítani, sem a termelők létszámát tekintve, sem pedig a piac hangulatát, a vásárlók létszámát tekintve a mostani helyzettel. Egy kicsit, ha előszedtem az első fotókat, akkor ez már bizony, most már 9. éve működünk. Tehát ez márciusban lesz 9 éve, hogy működik a piac, és ez azt jelenti, hogy minden évben, minden héten kivétel nélkül piacot tartottunk. Tehát már több mint 400 piacnapon vagy. Igen, inkább már közeledünk az 500 piacnaphoz, és ezen kívül sokszor eleget tettünk meghívásoknak, például Székesfehérváron a királyi napok keretében kivonultak az árusaink a főutcára, tehát voltak még ilyen megjelenéseink, és ilyen rendezvényeken vettünk részt a termelőkkel együtt. Hát az első piachoz viszonyítva, tehát nem csak a létszám, mind a termelők, mind a vásárlók létszáma változott, de a piac szerkezete, összetétele még pedig abba az irányba, hogy sokkal inkább minőségi termékeket árusít ez a piac. Tehát egyre több, egyre inkább változik az értékesítési módszer is ebben az értelemben. Hát a módszer is, az értékesítési módszer is változik, hiszen az egyszerű egy alkalmi piaci értékesítésen kívül hát részben a Covid hatására létrejöttek olyan értékesítési formák, mint a termelők a saját gazdaságukból is értékesítenek közvetlenül már. Vannak kiszállítások, van egy árusunk, egy termelőnk, aki kiszállítja a termékeket, és mások termékeit is házhoz szállítja. És ezen kívül pedig most már több mint egy éve létrejött csütörtökön egy bevásárló közösség, akik a hét elején megrendelt árukat összekészítik, és egy csütörtök délutáni időpontban átadják a vásárlóknak. A webportálon keresztül történő értékesítés is több termelőnél eléggé elterjedt. Tehát az értékesítési csatornák valóban, ahogy említetted, hogy ezek köre is jelentősen szélesedett. Ez már 21. századi történet mindenképpen, mint ahogy az is, hogy egyre inkább elterjedt. Én azt gondolom, hogy tehát eddig is széles volt a választék, de az alapvetés az továbbra is, hogy biópiac, tehát az őstermelők. Ezt miként sikerül ellenőrizni, hogyan lehet ezt figyelemmel kísérni? Nagyon egyszerű, mindenki ezzel elmegyek, minden termelő gazdaságába elmegyek. Én amúgy is szeretem, és szívem, lelkem hozzájuk köt, és érdekel ez az egész tevékenység. Ugye egy családi méretű gazdaságokról van szó alapvetően, és ez a piacnak, ennek a háztáji piacnak, vagy mondjuk őstermelői piacnak a sajátossága. Tehát családi méret, vagyis a szülők, esetleg gyermekek egy-ketten, és egy-két-három szezonálisan vagy részmunkaidőben foglalkoztatott. Tehát kicsi a mérete ezeknek a gazdaságoknak, minden tevékenységet ők maguk végeznek,
ők maguk a kreatívak, amikor kitalálnak egy újabb termékfajtát, vagy elkezdik az alaptermékeiket feldolgozni, növelik a feldolgozottságot, vagy a csomagolásban hoznak valami újdonságot. Tehát ezek a családi méretek befolyásolják egyrészt azt is, hogy itt nem lehet számítani látványos ugrásszerű növekedésre. Évről évre óvatosan növekednek ezek a gazdaságok, igyekeznek önerőből fejlődni, nem igen vesznek fel hitelt. A támogatások ebben a méretarányban nem nagyon jellemzőek. Tehát túl kicsik ők azok, hogy komolyabb pályázatokon ők támogatásokat nyerjenek. Ezért úgy évről évre fejlesztik a gépparkjukat, gépeket vesznek, felújítják a konyhát, vagy napelemeket vesznek, hogy az energiahatékonyságukat fokozzák. Tehát ez a fejlődés záloga egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy folyamatosan fejlődnek, tehát technikai szempontból, ahogy említetted, másrészt pedig, hogy rátalálnak azokra a termékekre, amelyek kellendőek, és azt megfelelő minőségben őstermelőként hozzák a piacra. Igen. Ugye, mikor a családi gazdaságokról beszélünk, akkor a tevékenységüket illetően, tehát beszélhetünk kertészetekről, zöldségtermesztőkről, gyümölcsösöket megművelőkről, akkor beszélhetünk állattartókról, ezeket a húsipari termékeket feldolgozó kis termelőkről, de itt nagyon széles ebben is a spektrum, hiszen a sertés, mangalica, kecsketől kezdve egészen a szürke marháig, vagy a bivaig, vagy a szamárig eljutunk, hiszen vannak olyan termelőink, akik ezzel foglalkoznak. Akkor vannak a tejtermelők, illetve a tejtermékeket előállítók, a sajtkészítők nagyobb csoportban, nekik is megvannak a sajátosságaik. Tehát azért nagyon széles a skála, de ennek a széles termékskálának megvannak a közös jellemzőik. Hát az említett családi gazdasági jellemzőkön kívül még kiemelem mindenképpen, hogy rá vannak kényszerítve, hogy kreatívak és innovatívak legyenek. Egy kertészetben például, amikor a paradicsomnak van szezonja, akkor ő kevés eséllyel jelenhet meg a nagy tömegű piros szabványparadicsommal a piacon, akkor most egyre inkább kellendőbbek a fekete paradicsomok, vagy pedig a lila paradicsomok. Tehát a formájuk is a paradicsomnak. Tehát a termékskálát szélesítik? Igen, próbálnak betörni a piaci résekbe, ahol a vásárlók keresik ezeket a termékeket, ők pedig akkor nem a tucat termelés irányába mozdulnak el, hanem megpróbálják a maguk specialitását megtalálni. Ez van például a saláták esetében is. Hát milyen sokféle salátával találkozunk egy piacon, a hagyományos saláták mellett, és mindegyiknek egy kicsit más az ízvilága, más az összetétele. És nem akarnak mindent. Tehát én azt figyeltem meg, hogy ha valaki sajtkészítéssel kezdett el foglalkozni, akkor azon belül próbál a tökélyre törekedni, egyre színesebb a termékskálája. Ugyanez vonatkozik természetesen majdnem mindenre. De krumpliból van is ötféle, paprikából nem, különben paradicsomot említetted. De azt hiszem, hogy ez a fejlődés záloga számukra. Igen. Mindig képezik magukat, mindig figyelik a többieket, figyelik a konkurenciát, de legfőképpen a vásárlók igényeit figyelik, és ebbe az irányba mozdulnak el. Tehát a sajtok tekintetében is 9 év alatt óriási fejlődés következett be. Hát az egyszerű, közismert, sokak által előállítható sajtoktól eljutottak addig, hogy például az egyik sajtermelőnk magyar konyha év termelője címet nyert el, de ez azt jelenti, hogy budapesti, székesfehérvári nagyon magas minősítésű éttermekbe szállítanak sajtokat. Tehát a minőségben már elérték azt, amit el lehetett érni, és egyre inkább elmozdulnak például a kemény sajtok irányába, ezek sokáig eltarthatók és sokféle célra felhasználhatók. De mellette például kiegészítésként szívesen foglalkoznak a mikrozöldségekkel. Tehát a mikrozöldség is egy olyan termék, ami hát egészséges, rengeteg ásványosott vitamint tartalmaz, de ételek díszítésére is kiválóan alkalmas, akár csak például az ehető virágok kategóriája. Tehát igyekeznek a termelőink ezeket a
a trendi piacéréseket megtalálni, és ebbe az irányba elmozdulni, és még inkább keresetté tenni a termékeiket. Igen, és ehhez kellenek a vásárlók. Nyilvánvaló, hogy a Székesfehérvár a piacnapon, bár most szombat, és ugye majd erről kell, hogy beszéljünk, hogy nyilván egyszer eljön annak az ideje, amikor nem csak szombaton lesz ünnep ez a vásár, de egyre többen jönnek rá, ami ott fent is olvasható, hogy helyét veszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy a vásárló is kötődjék a piachoz, és tudja, hogy mit lehet ott venni. Számtalan, rengeteg olyan vásárló van, mondom én, hiszen néha, amikor ilyen legendás akármilyen program van, akkor ott vagyunk mi is, akikkel mindig találkozunk. Ez megerősítés egyik oldalról a piac vezetőinek, és gondolom az árusoknak nem különben. Hát ezért teti a piacot gyakorlatilag, hogy nagyon jól felkészült, jó személyiségjegyekkel rendelkező árusok vannak és termelők vannak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a vásárlók is megtalálták a hangot ezekkel a személyekkel, személyiségekkel, de a kettő kapcsolata a lényeg. Most felmerül bennem egy nemrég megtörtént eset. Valakivel beszélgettünk, és a méhpempőt ajánlottam, hogy egy bizonyos helyzetre, egy bizonyos egészségi problémára esetleg nézzen utána, olvasson utána a neten, mire alkalmas a méhpempő. Ő egy pesti ember volt, és mikor egy pár hét után kérdezem, hogy na most mire jutottál, hát mondja, hogy olvasgattam, elmentem az áruházakba, végigmentem a 50 méter hosszú gondolasorokon, nézegettem a termékeket, de ettől nem lettem okosabb. Tehát ennek a családi gazdaságokra épülő termelőpiacnak ez a sajátossága, hogy oda tudunk menni a méhészhez, és meg tudjuk kérdezni tőle, hogy ez mire jó. Neki rengeteg tapasztalata van a sok év alatt, és tud okos dolgokat mondani, és tudja ezeket a hát akkor is kuriózumnak számító, például méhészeti termékeket tanácsolni, ajánlani, és a megfelelő háttérismerettel ellátja a vásárlókat. Tehát ez a személyes kapcsolat, ami nem pótolható mással. A másik pedig, amire számíthatnak mindig a vásárlók, ez az áruknak a frissessége. Tehát, hogyha egyszer egy Fejér megyei családi gazdaságból származik, tőlünk 10-20-40-50 kilométerről érkeznek a termelők, akkor nagy valószínűséggel az előző nap szüretelték le, vagy szedték le, vagy készítették el a termékeket. Tehát kevés szállítási távolság, kevés szállítási idő, és az áruk abszolút frissek. Tehát a megyét jószerűvel teljes egészében lefedi. Igen. Hát Móron túl felső dobostól kezdve egészen a Cece mezőfalva, vagy Enyin környéke, vagy Martonvásár, mindenhonnan vannak termelők. Rendkívül fontos a kitekintés abban az értelemben is, hogy ugye tudjuk, hogy vannak, ahol helyén, tehát ahol az áru készül adott esetben, oda is el lehet menni vásárolni, hiszen vannak olyan piacnapok. Ez is egy előrelépés. Igen, hát ezt fontosnak tartjuk, éppen a bizalmi kapcsolat miatt látják a vásárlók ilyenkor, hogy családi gazdaságról van szó, de például a legmagasabb nébihes, az Élelmiszerbiztonsági Hivatal által meghatározott követelményeknek megfelelően például a feldolgozott termékeiket olyan konyhákban készítik el, ami minden higiéniai és élelmiszerbiztonsági feltételnek megfelel. Tehát igen, a helyszínen lehet látni, persze mindig adódnak olyan jó jelenetek, kedvesek, akár a fiatal állatokkal lehet találkozni, vagy játszani velük, vagy megismerni őket. Tehát nagyon jó kirándulások is egyben, főleg a gyermekek szeretik, hiszen rendkívüli mértékben a városi gyerekeknek a természetről, a növényekről, állatokról szóló ismereteit bővítik ezek a találkozások. Tehát fontos a kommunikáció, a piacvezetés, az árusok, illetve az árusok, termelők, illetve a vásárlók között. Tehát ez ezt a célt szolgálja. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az is, hogy kinyílik a piac, hiszen most eddig az árukról beszéltünk, azokról a termékekről, amelyeket óhatatlanul is megvásárolunk nyilvánvalóan, viszont kézműves vásároknak is otthont adtok, ami azt hiszem, hogy szintén hiteles dolog. Igen. Törekszünk arra,
hogy amilyennek mi vagyunk valójában az életben, hogy ne csak a nyersanyagot, az élelmiszerforrást tekintsük abban a termékben vagy áruban, amit a piacon megvásárolunk, hanem hát a hozzátartozó kultúrát, azokat a körülményeket, amelyek között ezek létrejöttnek. És ezért mozdulunk el a piacon, hogy az egészséges táplálkozás élelmiszerek mellett az egészséges életmódnak a más feltételeit is népszerűsítsük. De természetesen ebbe a piaci jó hangulatba, ami egy kicsit komplex már, és kicsit elragaszkodik magától az élelmiszerektől, akkor beletartoznak a nagyon a szép és szintén magas minőségű népművészeti termékek, díszek, vagy éppen szezonálisan, aminek az ideje van, most ilyenkor a karácsonyi díszek, vagy korábban a koszorúk. Tehát fontos az, hogy a lényeg az, hogy ez mindenki a saját termékét állítja elő, és ezt értékesíti. Ez a közös nevező, akár a kézműveseket nézzük, vagy akár az árusokat. Most például van egy kiváló mézes kalács előállítunk, mézes kalács termelünk, aki ilyenkor jelenik meg a piacon, és hát a karácsony ünnephez illő mézes kalács házikókat, szívekeket, karácsonyi díszeket árusít. Tehát szívet melengető az, most komolyan mondom, amikor belépünk a piacra, és akkor egymás után látjuk ezeket a nagyon jó minőségű, szép, és egyúttal egészséges termékeket. Mindjárt beleütközünk például a fermentált zöldségekbe, ugye a fermentáció pozitív hatásáról nem igen kell szólni, de akkor szembe dió termékek, dióféleség, dióolaj, a maga sokszínűségében fűrtojás, fűrtojából készült tészta, különböző fűrtojás készítmények, gyógygombák, van nagyon jó gyógygomba szakértőnk, pont nemrég láttam a Netflixen egy filmet a gyógygombákról. Érdemes megnézni, rendkívül sok pozitív életleni hatása van a gyógygombáknak. Megint egy standard arrémjével, biotermékek, például búzafű található. Most a legutóbbi időszakban magam is a búzafűt kipróbáltam, és ennek az életleni hatását. Tehát nagyon sok impulzus éri az embert, ami az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód felé viszi el. Mindig nagy örömmel és megtiszteltetéssel fogadom, hogyha találkozom a piacon a megyei kórház főorvosaival, orvosaival, gyógyszerészeivel, házi orvosokkal, és mindig egy pár szót tudunk váltani, vagy látom, hogy éppen ők mit vásárolnak, és azt figyeljük, hogy akkor ezekre a dolgokra még jobban nekünk is koncentrálnunk kell. Igen, hát az egészségpiacról nem beszéltünk, de az egészségpiacnak is rendszere van és hagyománya. Viszont egy dologról kell, hogy szó essék, ha röviden is. Mennyire vetette vissza a piacot a koronavírus járvány? Ugye ez általában jellemző, de azért egy ilyen piacra kevésbé, gondolom. Igen, hát alkalmazkodnunk kellett a járvány követelményeihez, a járványvédelmi előírásokhoz, a maszkviseléshez, a távolságtartáshoz, ezek rendben megtörténtek. Tehát nem hagytunk ki piacot a járvány miatt, de például a távolságtartás csökkentése érdekében, vagy éppen a megfelelő távolságtartás miatt a legnagyobb forgalmú termelőinket a csarnokból kivittük a szabadtérre, és 2-3 ilyen termelőnk a szabad téren, nagyobb helyen, sokkal nagyobb távolságot tartva a sorokban tudta értékesíteni a termékeit. Tehát nagyon figyeltünk erre. Talán amikor a rendelkezések bevezetései voltak, akár csak legutóbb például a maszkviselés újbóli elrendelése, akkor egy kis megtorpanást láttunk a vásárlószámban, a vásárlói létszámban. Az emberek itt teljesen érthetően egy kicsit visszaléptek, tartottak a pandémia veszélyeitől, de most már megint teljesen a vásárlók körében is a maszkviselés 100%-os teljes körű, és akkor minden törzsvásárlónkkal lehet találkozni, visszaállt a rend. Természetesen inkább a termelők azt vetik fel, hogy az éttermi fogyasztás visszaesése egy kicsit visszafogta a saját
értékesítésüket. Tehát nem tudtak annyi sajtot, vagy éppen zöldséget értékesíteni az éttermeknek. Hát egyrészt azt mutatja, hogy ilyen minőségű termelők vannak, akik neves éttermeknek szállítanak be. Hát másrészt azért nekik ezt a helyzetet akkor éppen ezekkel a új értékesítési csatornákkal, a háztól történő szállítással, kiszállításokkal, ajándékcsomókkal, vevős értékeléssel kellett megoldani, hogy ezt pótolják. Jó, hát én bízom benne, hogy rövidesen a múlté lesz a Covid-járvány. Addig is kívánok jó munkát, és hát természetesen biztos vagyok benne, biztos vagyok abban is, hogy szombatokként most itt advent előtt megtelik a piac, mint mindig. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, szép adventi ünnepeket, köszönjük sok-sok vásárlót. Köszönöm szépen, Gyurikám. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk. Györfi Balázs Székesfehérvárral járt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a megyei szervezet meghívására a műtrágya piacon bekövetkezett válságról beszélt. Erről nézzünk meg egy rövid riportot. A Fejér megyei Agrárkamara meghívására Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Székesfehérváron is beszámolt a szakmai szervezet álláspontjáról a közelmúltban kirobbant műtrágya kartelezés ügyében. Györfi Balázs úgy fogalmazott, a földgázárak drasztikus emelkedése mellett a Péti nitrogén művek kartelezése is rombolta a műtrágya piacot hazánkban, miközben a műtrágya a mezőgazdaságban nem megkerülhető inputanyag. Az elmúlt időszakban a szaktárca mellett a MAGOSZ és természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is vizsgált azt a helyzetet, ami kialakult a műtrágya piacon. Én azt gondolom, hogy az az út, amelyet önök követnek, az teljességgel nyilvános, és ennél is fontosabb, hogy a gazdák is talán megnyugodhatnak, hiszen az elmúlt időszakban, és itt a mezőföldön ez különösen fontos, rendkívüli kár érte a gazdákat. Milyen megállapodásokat sikerült kötni, milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a műtrágya kartelezés a múlté legyen? Ugye a műtrágya egy alapvető szükséglete az agrárgazdaságnak, ami nem megkerülhető. A növények üzemanyagaként is hívhatjuk őket, ezt folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. És nyilván nem mindegy, hogy milyen áron, hisz a világpiacon most egy rendkívül drasztikus emelkedésnek lehetünk a tanúi. Mindegy négyszeresére emelkedett a műtrágya ára az egy évvel ezelőttihez képest, és Magyarországon ezen felül még a kartelezés is sújtja a gazdálkodókat, és hát nyilván az élelmiszer árakon keresztül, amiben beépülnek ezek a költségek, minden magyar fogyasztót. Azt látjuk, hogy 7 éven keresztül kartereztek a magyarországi előállítók és kereskedők, ezért a gazdasági versenyhivatal egy 14,1 milliárdos bírságot szabott ki, és hát a résztvevők közül vannak néhányan a nitrogénművek és a cégcsoport különböző tagjai, akik ahelyett, hogy elnézést kérnének a magyar gazdáktól, még most a kisikerelés után a fenyegetés útjára is léptek, hogy egy napig fognak csak műtrágyát biztosítani a magyar gazdálkodóknak, bár közelmúltbeli információk alapján itt a nyomásgyakorlás hatására úgy néz ki, hogy ezt az álláspontot megváltoztatják, amit mi üdvözlünk, és jó mutatja, hogy érdemes szót emelni a magyar gazdák érdekében. Az elmúlt hónapban egy kicsit mintha konszolidálódott volna a földgáz világpiacjára, ennek elnére a nitrogénművek a múlt héten egy újabb áremelést jelentett be, amit már nem igazán értünk. Nem tudjuk, hogy hova kell ez a sok pénz, vagyis hát pontosabban tudjuk, mert Biga László maga mondta el, hogy annyi pénzzel fogja Márki-Zay Péternek a kampányát finanszírozni, amennyire szükség van. És hát mint gyakorló gazdálkodó, műtrágyát vásároló gazdálkodó, én személyesen is kikérem magamnak azt, hogy a tőlem ellopott pénzből annak az embernek a kampányát akarják finanszírozni, aki Hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent egyébként a magyar gazdák egészének. Úgyhogy fontos, hogy a műtrágya piacon rendet tegyünk, hogy a műtrágya elérhető legyen a magyar gazdáknak, és lehetőleg megfizethető áron. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk még a jövő héten karácsony előtt ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!